Zumba foglalkozás Nyíregyháza. Ez az ingyenes sportolási lehetőség a Mozdul Nyíregyháza legnépszerűbb és legtöbb embert vonzó programja. 2013 óta töretlen sikerrel zajlik a megyeszékhelyen a sportprogram. A tapasztalatok szerint a Mozdul Nyíregyháza legnépszerűbb programja a zumba mellett a jóga, de az elmúlt években igen magas számban vettek részt a nyíregyháziak a gyógytorna jellegű foglalkozásokon is. A Mozdul Nyíregyháza program 2016-ban is folytatódik. Több mint két év alatt kinőttük magunkat, ugye 6 helyszínen, 16 sportág, 18 foglalkozás, hiszen van olyan sportág, ami egy héten kétszer van, mint a gerinctorna, illetve a zumba, tehát nagyon széles a kínálat, tényleg korosztálytól függetlenül mindenféle mozgástípus most már elérhető. Január 11-től indul a Mozdul Nyíregyháza programsorozata, és egészen június 10-éig várják a sportolni vágyókat. Ebben az évben a városlakók a már megszokott mozgásformák mellett új foglalkozásokra is járhatnak. Lesz kölyök karate és családi lövészet is. A Mozdul Nyíregyháza program keretében a nyíregyháziak hétfőnként délelőtt a stadionban esés megelőzés mozgásprogramon vehetnek részt, délután a Zrínyi gimnáziumban gerinctornára mehetnek, délután a Kodály iskolában kölyök karate, este pedig gyermek aerobik foglalkozást tartanak. A mozogni vágyók kedden délután alakformáló aerobikra, este pedig medibol foglalkozásra járhatnak, szintén a Kodály iskolába. Szerdán délelőtt a stadionban csontritkulás mozgásprogramot tartanak, délután a Kodály iskolában fittest intervalledzés, az Zrínyi gimnáziumban gerinctorna, majd zumba várja az érdeklődőket. Csütörtökönként délután a Kodály iskolában gerincjógát, este pilátesz tornát tartanak, az evangélikus általános iskolában pedig családi asztali tenisz várja a mozogni vágyókat. Péntek délután a Kodály iskolában a gyerekek zumbázhatnak, este pedig funkcionális edzést tartanak. Szombat délelőtt a Zrínyi gimnáziumban jóga foglalkozásra várják az érdeklődőket, vasárnap délelőtt pedig az erdei tornapályán a Nordic Walking kedvelői mozoghatnak. Minden hónap második vasárnapján várják családi lövészetre az érdeklődőket a városi lőtérre. A foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges.